Ah, a gyerekek, zsírtévé jelentkezik. Full gáz, nem fél gáz a sztori. Mi van? Május. Tizen sok. Mi vagyunk Romániában természetesen. Mert ugye, na. Kibeszélős, megmondós. Kicsit kulturizálódjunk, történelem. Én annyira nem vagyok jó a számokban, de most már lassan jó 3 éve tanulom a valódi történelmünket, már a világtörténelmet és a magyart is. És hát az a helyzet, gondolkodjatok egy kicsit. Milyen eszközökkel lehet az embereket félelembe tartani és uralni? Hát az első, ha van halál, nem fogsz újjászületni. Akkor van mitől félned. Főképp, ha elmondják, hogy a pokolba fogsz menni, és a pokolba el fognak veled bánni. De magában ez is annyira sötét, hogy Isten megbocsájt mindent, de pokolba mész a tisztító tűzbe. Nem stimmel, nem? És a harmadik, milyen dolog az, hogy egy pap, érted, egy hírnök, az Isten hírnöke föléd áll a templomba egy emelvényre, és elmondja neked a tutit. A véleményem szerint nem tutizni akar, hanem mit akar? Törlöm a kamerát, mert mocskos. Hát uralni téged, semmi mást. És hogyan az egész ide? Hát úgy, ha beszélgetünk így pörösömmel, hát ő nem mutatja be magát, mert ő fél, mert mi van benne az oltásban. És mondtam neki, figyelj, fater, el van veszve már a csata. 530-ban valamelyik zsinaton, nem tudom mi volt a neve, kiadtak egy új Bibliát. A régieket meg kellett szüntetni, vissza kellett szolgáltatni a Vatikánba. Aztán pont a Medicik, tudjátok, a Medicik, akik a szentséget meg a bocsánatot pénzre árulták. Na ezek az üzletemberek átírták a Bibliát. Kurva egyszerűen kivették belőle az összes olyan passzust, tudják őket, hogy apokrif, azokat a passzusokat, azokat a írásokat, főképp amiket Krisztus mondott, azokat kivették, amik, mondok egy példát, az egyik azt mondja, hogy újjá fogsz születni. A másik azt mondja, hogy te is Isten vagy. Majd erről lehet beszélni, mi az Isten. Eredendő bűn nincs, és igazán senki nem bűnös. Krisztus azt is mondta, hogy ne menj templomba, ne építs templomot, hanem a természetben pohászkodj, imádkodj, imádkozz az Istenhez, nem az Úrhoz, Istenhez. Krisztusnak voltak gyerekei, 3 fia volt, meg egy lánya, és még sok olyan dolog, ami szentségtörésnek hangzik. De ugye 530-ban 2 biblia megmenekült, mind a 2-t elásták, egyiket Egyiptomba, a másikot nem tudom, valahol a Fekete-tenger környékén, egy barlangba, és megtalálták őket ilyen 1970 körül. És ezek a kivett oldalak, ezek kiszivárogtak. Meg is vannak, ezek a híres apokrifok. 5000 oldal. Na most ezek az oldalak azok, amik előbb elmondtam neked. Ha újjá fogsz születni, nem fogsz meghalni, és lesz jövőd, újjá születsz, akkor mitől félsz? Ha nem vagy bűnös, akkor mitől félsz? Ha nincs pokol, akkor mitől félsz? Nem tudnak uralni. És hát ezt hirdette Krisztus. Krisztus, azt mondják, hogy Istennek a fia, és mindegy, az volt, vagy nem az volt. A lényeg az az, hogy nincs pokol, nincs eredendő bűn, minden ember jó, újjá fogsz születni, akkor mitől félsz? Mi a probléma? Miért kell félni, rettegni bármitől is? Úgyhogy 530-tól kezdve el van veszve csata, mert ez a banda átírta a Bibliát arra, hogy minket uraljanak.
Az uralásnak a ténye, most mondtam el neked, bezavarnak, mint a bárányokat egy templomba, és ott egy pap elmondja neked, hogy mit szabad, mit nem szabad csinálni. Tök egyszerű. Uralnak minket, hogy most megszúrnak, belemszúrnak valamit, amit nem tudom, hogy mi. Há, ember, 530 óta vége a bulinak. Mit akarsz? Most beléd szúrnak. Te ember, már véged van. 1970-ben kiszivárgott még egy anyag, amit szintén egy ilyen szabadkönyves hírnök írt, amely szerint a Föld maximálisan 500 millió embert tud elviselni, meg szabadna elviselni normálisan. 7 milliárdan vagyunk. Szerinted a Bill Gates meg a baráti köre mit akar? Ő is megmondta, hogy sokan vagyunk. Hallod, hogy ordít? Na, kiordította magát a 5-ös AMG. Na, szóval röviden ennyi a sztori. Nincs bűn, ne félj, újjá fog születni, nincs hiszti. Már 530-ig mindenki tudta. Nem kell templomba járni, Isten vagy, hát ne haragudj. Én bebizonyítom neked, hogy Isten vagy. Fölteszek neked egy kérdést. Ki az, aki életet tud adni? Aki életet tud adni és létre tud hozni életet, az mi? Az Isten. És ha tudsz gyereket csinálni, tudsz életet adni, akkor te is Isten vagy. Hűha, jön egy sztár. Egy Porsche-val. Ne ennyi a picsával. Nagyon nagy sztár. Na. Hű, de gyönyörű kis kárnére. Nem. És az, hogy mi az, hogy Isten, még elmondom egy percben. Jó? Mi voltam Székelyföldön, egy unitárius pap. Az unitáriusok azt mondják, hogy egy az Isten. Nincsen ilyen Isten, meg olyan Isten, amilyen. Egy az Isten mindenkinek. Egy fiatal 20 éves, vagy 22 éves papot, éppen most fejezte be a főiskolát, ott a papiskolát, ahol ők járnak. Megkérdeztem, hogy na, pater, figyelj, mi az Isten, mondd el nekem. Ugye én tudom, mi az Isten. Kíváncsi voltam, hogy ő mit mond, hogy ezek a papok mindig más mondanak. Általában azt a bemagolt hülyeséget, amit megtanítottak nekik, azt papolják ki magukból, mondják ki magukból. És képzeljétek el, ezek az unitáriusok az egyetlen olyan... milyen neve? Vallás, amelyik még normálisan gondolkodik. Azt mondta nekem, figyelj ide, Feri. Látod azt a sok virágot ott a hegyen? Na, az Isten. Egy szeretkezés barátöntel, vagy feleségeddel, az Isten. Egy verekedés, egy halál, egy születés, a levegő, a víz, te magad. Mindenség, az univerzum önmaga, az Isten. Szóval lényegében azt jelenti az Isten, hogy mindenség. És ha te ezt érted, hogy minden az Isten, és minden az minden, akkor egy vagyunk. És hogyha te ártasz valakinek, akkor önmagadnak ártasz, mert az az egy Isten vagy. Mindannyian egy vagyunk. Sokszor biztos te is megtapasztaltad. Érzed, hogy szar van a levegőben, nem? Mi baj van, nem? Mert te is érzed a bőrödön azt, amit a másik is érez. Na, ezt már jó régóta érezzük, hogy szar van a palacsintában. Egy csomó mint száz, gyerekek, újra elmondom, újjá fog születni, nincs bűnöd, jó ember vagy, Isten vagy, és nincs mitől félned, nincs pokol, nincs halál, nincs tisztító tűz, nincs semmilyen ilyen hülyeség, amitől rettegned kellene. Egy csomó mint száz, húzd a gázt, érezd majd jól, mindig tegyél jó dolgokat, szeresd fel a barátodat, mint önmagadat, logikus, nem? Most eszembe jutott mely utolsó mondatban szintén egy bibliai idézet, ami rossz. Azt mondja a bibliai idézet, hogyha megpofozzák a jobb orcádat, te tudod a másik orcádat. Mert ez logikus. A szegény róka vagy nyuszi, ha jön a róka, akkor megáll, gyere, egyél meg. Logikus, mi? Nem mondj már hülyeséget nekem, hogyha megütik az egyik orcát, akkor odarakod a másikat.
Köszönöm. Ez a lényeg. Ne tedd oda másik orcádat. Ne is verekedj, hanem maradj békében, és menj el onnan. De ilyen hülyeséget ne csinálj, hogy leteszed az orcádat. Rá fogsz baszni. Megkúpolnak. Meg ne higgyél a pokolba, meg hogy bűnös vagy. Megint megkúpolnak. GTV.